Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Lőrinc, KDNP és az országgyűlési képviselő, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt, és természetesen itt van Kovács András is, állandó hétfői vendég, műsorvezetőnk, az Origo főmunkatársa. Üdvözlöm a kedves nézőket, én Brajer Péter vagyok. Aluhak a zsinagógai naptár szerint 5780-at írunk, Svátho első napja van, új holdat hirdettünk tegnap este. És nézzük akkor, hogy a polgári időszámítás szerint január 27-e van, az év 5. hetében vagyunk, és hétfő van. Szeretettel üdvözlünk minden Angelika Utó nevű nézőnket, mindenkinek ma van a születésnapja. Házassági évforduló, avagy éppen most ad életet utódjának egy szülőszobában. Nézzük, hogyan vajudnak a bankok, az euró 3.36-39, míg a még klubtag Anglia 3.98-24-et kérnek az angol fontért. A várható időjárás ma mínusz 1 és 3 Celsius fok között várható. Öltözenek rétegesen, legyen mit levenni, húzzanak a cipőjükre valamit, vagy olyan cipőt vegyenek fel, ami nem csúszik. Figyeljenek oda folyadékháztartásokra, vegyék be a tablettáikat, most nyissák ki az ablakot, hogy a friss levegő betóduljon, és mi már is repülünk Nacsa Lőrinccel, ő repül, mi maradunk, ő elmegy megnézni a mi helyzetünket. Mi áradban lesz Brüsszelben? Strasbourgban, egész pontosan az Európa Tanács rendes évi parlamenti közgyűlésének az első hete lesz most januárban, 4 ilyen alkalom az évben. Ez ugye az Európa Tanács a bővebb közösség, mint az Európai Unió, 47 tagállam a tagja. Alapvetően mi a kisebbségi jogok miatt, például az ukrajnai jogfosztás és a kisebbségi jogok lábbaltiprása miatt utazunk most is oda. Több panelünk és több felszólásunk lesz Ukrajna témában. És sikeresek lesznek? Ezzel el tudnak valami eredményt érni? Hát azt látjuk, hogy az emberi jogok Európai Egyezményén alapul ugye az Európa Tanács, és ha valahol, akkor itt talán érzékenyebb fülekre találunk a kisebbségi kérdésben és a nemzeti, őshonos nemzeti kisebbségek jogvédelmének kérdésében. Sok alkalommal elmondtuk már az ukrán jogsértés miként, most már ugye a Velencei Bizottság egész szilárd álláspontja is megjelent mind az oktatási, mind a nyelvtörvényről. Ezért azt gondolom, hogy a Velencei Bizottság is ugye az Európa Tanács egyik társ szerve. Én azt gondolom, hogy nekünk azt kell képviselnünk, hogy a Velencei Bizottság állásait mindenképpen végre kell hajtani Ukrajnának, és a kisebbségi megszerzett jogból nem szabad visszalépni. A magyar társadalomnak nagy része úgy tekint önökre, mint a kormány lelki ismeretére. Önök a vallásosak, és minden lépésük tulajdonképpen visszavezethető az Ó és az Új Szövetséghez. Ám az utóbbi időben... Sajnos nem, de erre törekszünk. Erre törekszenek? Hát nem sikerül, próbálkozni kell tovább. Na most ennek a próbálkozás úgy tűnik, hogy megerősödik, hisz önök még mindig az Európai Néppárt tagja, nincsenek földfüggesztve, és szünetre sincsenek küldve, és az elmúlt napokban azt is hallottuk, hogy ha indulnának a választásokon önállóan, akkor hatalmas sikerrel eredményeket is érnének el. Mi okoz ezt a nagy önbizalmat, és van-e tényleg ilyen elképzelésük, hogy egyedül indulnak? A KDNP az egy történelmi párt. Hogyha a szocialistákat nem számítjuk ide, akkor az egyetlen magyarországi történelmi párt jelenleg, hogyha az MSZMP, MSZP folytonosságot most egy kicsit félreteszünk. Hát ezt jobb, ha félreteszünk. Akkor az egyetlen történelmi párt a kereszténydemokrata néppárt Magyarországon. Minket Antal József és Helmut Kohl hívott az Európai Néppártban egyébként még annak idején. De azt gondoljuk, hogy van ott szegények már. De ők hívtak el oda is, és ez az örökség. Most egy Helmut Kohl meg így van, ebben egyetértünk, de mivel ők hívtak oda, ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy nekünk ott helyünk van. Ami a Harag frakcióvezető úr szavait illeti, nyilvánvalóan egy frakcióvezetővel miért vitatkoznék. Ugyanakkor azt tenném hozzá, hogy ez olyan, mint egy jó házasságban, hogy egy jó házasságban se arról beszélünk, hogy mi lesz majd, hogyha esetleg külön kell költözni, vagy külön kellene élni, mert azon dolgozunk, hogy ez a jó házasság jó maradjon, ilyen a Fidesz-KDNP szövetség is. Egy jó házasság, ráadásul sikeres szövetség, mi azon dolgozunk, hogy ez így maradjon. Én még visszatérnék egy kicsit Strasbourgban, itt szóba került az Emberi Jogok Európai Bírósága. Számítanak-e arra, hogy kritikákat fogalmazzak meg mondjuk a magyar kormánnyal szembe ott a tanácsülésem? Itt főleg a mostani jogi vitákra gondolok a börtönben ülők kapcsán. Ugye többen is felvetették azt, hogy nem
kizárt, hogy mondjuk Magyarország kilépjen az Emberi Jogok Európai Bíróságába, hogy ezt a jog hézagot beszüntesse a kabinet? Itt nem tartunk, arról van szó, hogy itt sorozatban hozott Strasbourg ítéleteket, majd utána a Magyar Bíróság is, és egy börtönbiznisz alakult ki, ahol dörzsölt ügyvédek, és egyébként soros szervezetekhez köthető ügyvédek gazdagodtak ezen a börtönbizniszen. Szerintünk az európai szabályozás olyan, ami lehetővé teszi azt, olyan ajánlások vannak az európai szabályozásban, olyan határozati javaslatokat hoztak különböző szinteken, akár a Strasbourgi Bíróság, akár Európa Tanácsi szinten, ami lehetővé teszi ezeket a kiskapukat, ami elindított ezt a börtönbizniszt. Szerintünk az Európa Tanács éppen az egyik terepe annak, hogy ezt megvitassuk. Szerintem kemény viták lesznek, lehet, hogy még nem ezen a parlamenti közgyűlési héten, hanem a következő áprilisban, de mindenképpen arra számítunk, hogy ezeket a vitákat le kell folytatni, és mi szeretnénk is lefolytatni. Most még talán azért nem lesz erről olyan szinten szó, mert a kormány még nem nyújtotta be az ezzel kapcsolatos módosítást, amit mi a frakción már jeleztünk, hogy támogatni fogunk, és egyeztettünk az igazságügyminisztériummal ezzel kapcsolatban. Mi azt szeretnénk, hogyha ez a szabályozás szigorodna, és meglátjuk, hogy azt a szabályozást az európai közélet, illetve a Strasbourgi Bíróság vagy az Európa Tanács hogyan értékeli. Segítsen nekem, mert én valamit nem értek. Ha jól értem, akkor általában orvosok és ügyvédek nem hirdetik magukat, hanem van egy ügyvédiroda, azt valakinek valami lelki baja van, fölkeresi, felfogadja az ügyvédet. Ha orvoshoz kell menni, akkor orvosi névsor, maximum azok se hirdetik magukat, hogy jó belgyógyász vagy jó pszichiáter. A pszichiáter jelen esetben jobban passzol. Akkor hogy van ez a börtönbiznisz? Ezek az jó emberek, akik valamit elkövetnek, ülnek egy ilyen luxusbörtönbe, és ott nézik a tévét, és a hirdetések között látják, hogy XY ügyvédi iroda. Szó sincs luxusbörtönről. Tehát szerintünk, aki a büntetésüket töltik, azoknak nem luxus körülmények közé kell kerülnie, hanem az emberi méltóság. Körülmények így között, van, emberi de körülmények. Mégsem egy szótüdülőben. Így van, tehát nem nyaralásról van szó, hanem büntetésről. Szerintünk a bűnözők azok büntetést érdemelnek, nem pedig milliókat. De itt arról van szó, hogy megláttak ebben egy biznisz lehetőséget ezek az ügyvédek. Arról van szó, hogy itt az ügyvédek vagy az elítéltek? Alapvetően az ügyvédek. A joggal való visszaélés tipikus eset, amit itt látunk. Például a Magyar Helsinki Bizottság honlapjáról egész pontos útmutató volt letölthető, nem olyan rég. A Helsinki Bizottságban ahol nagyon sok fideszes ügyvéd is, még amikor ügyvédbojtár volt, együtt dolgozott. Nagyon sok KDNP-s jogász együtt dolgozott. Hát nagyon sokat azért azt nem gondolnám, de minden esetre az ő honlapjukról pontosan szóról-szóra, lépésről lépésre letölthető volt egy olyan útmutató, hogy ha ő pénzt szeretne börtönkörülményekre hivatkozva, mit kell csinálni, kihez forduljon, milyen űrlapot kell kitölteni, mit kell. És a börtönben, akik ügyvédek egyébként a páciensükhöz bejutottak, ők fénymásolt lapokon is osztogatták egy időben ezeket a beadványokat. Nyilvánvalóan... Hogy ezt mondtam, mert az lett volna megszakító következő kérdésem, hogy az elítéltek ülnek az internet előtt és googlizzák. Nem, megkapták ezeket a lapokat. Nyilván szerintünk ez a joggal való visszaélés esete, szerintünk itt szigorítani kell, meg kell állítani ezt a börtönbizniszt, mert az mégsem egy, hogy valaki ül 3-4-5 évet börtönbe, és utána körülbelül ugyanennyi millióval gazdagodik, és ezen nyilvánvalóan az ügyvédek meg még jobban. Ez egy 10 milliárd forintos üzlet mára. A február 17-én kezdődő tavaszi ülésszakon már lesz konkrét törvényjavaslat addigra, vagy még addig tartanak, még azon túl is az egyeztetés? Szerintem a legelső napok egyikén be kell ezt nyújtani. Egyeztettünk is a minisztériummal, akinek ez a feladata, az igazságügyi minisztérium, hogy ezt a jogszabályt megalkossa. A frakcióink is, Fidesz-KDNP frakció is elmondta, hogy ezt a törvénymódosítást támogatni fogja. Ezt az egyeztetést a kihelyezett frakciülésünkön fogjuk valószínűleg megtenni, de az első napokban ezt be kell nyújtani, hogy mi hamarabb véget vetessünk ennek, hiszen most a mostani kifizetések fel vannak függesztve, azokkal is kezdeni kell valamit, illetve hogy a további ilyen csoportos futószalagot. A strasbourgi döntéseket nekünk végre kell hajtani, mint tagállamnak? Ugye nagyon nehéz az a kérdés, mi ezt mondtuk, szeretnék egy párhuzamot hozni az ENSZ migrációs paktumával. Hiszen ott is azt mondták, hogy nem kötelező érvényű lesz itt a migrációs paktum, azért maradjon mindenki benne, azért fogadja el, azért írja le, mert nem lesz kötelező érvény, ezek csak ajánlások, és ha úgy döntenek, akkor meg nem hagyja. Ez egész más, ezek a mi embereink. De ugyanígy történt Strasbourgban, hogy azt az analógiát, a jogi analógiát szeretném idehozni,
Ugyanígy történt Strasbourgban, hiszen voltak ajánlások börtönkörülményekben, voltak különböző dokumentumok, ahol megszülettek ajánlások, konkrét kötelező érvényű jogszabályban nem került például négyzetméter, vagy hogy milyen szögben süssön be a nap a zárkába, de utána a Strasbourgi Emberjogi Bíróság ezek már az ajánlások alapján hozott ítéleteket. Ugye viccel, ez egy veszélyes precedens. Amikor arról beszél, hogy milyen szögbe süssön be a nap. Nem viccelek, emberi beadványok, nem viccelek. A börtönkörülményekre hivatkozva beadványokban számtalan alkalommal szerepel, hogy azért kapott kártérítést, mert nem sütött be eléggé a nap az árkába. Ez volt az indok a perbe, amit Magyarország ellen indítottak. Na de Budapest a Székes főváros lakásainak legalább a 60%-ába, a körfolyósos házakba a nap nem tud úgy sütni, hogy megtörik az ember, egy bizonyos irányba tud. Mégis voltak ilyen indokok. A csúcstartó az a férfi, aki 8 év után közel 8 millió forintot kapott kártérítésként, és ilyen dolgok szerepelnek a beadványaiban. Jó, azért nézzük meg, hogy milyenek lehetnek a magyar. Van ott mit javítani ezeken a körülményeken? Tehát nyilvánvalóan van. 2016-ban, 15-ben, amikor a Strasbourgi Bíróság ezt az elmarasztaló ítéletet hozta először Magyarország ellen, akkor mi erre kidolgoztunk egy cselekvési tervet. Azóta egyébként korszerűsítettek a börtönök egész nagy forrásból, sőt, új börtönök épültek és még épülnek folyamatosan. Tehát a börtönzsúfoltság is folyamatosan csökkent. Én meg arra gondoltam, hogy az új börtönök az a börtönbiznisz, hogy beruházások és... Hát az a helyi embereknek ad munkát, akik ott fölépítik ezeket a börtönöket, de alapvetően... Nekem valamit mondani, ha már börtönről beszélünk, a börtönegészségügyről, a börtönkórházakról? Alapvetően ott is történt fejlődés, ott uniós pénzből is sikerült korszerűsíteni, akár eszközökkel, akár felújításokkal, illetve hazai forrásból is. Ezt mi egy csomagként kezeljük, nem csak a kórházat, hanem a létesítményeket is, illetve az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló létesítményeket is. A cél a zsúfoltság csökkentése, cél az, hogy egyébként ezeknek a körülményeknek és a magyar törvényeknek megfelelnek. Nagyjából meg is történt, és a zsúfoltság is egy-két éven belül a 100%-os szint alá csökken, hiszen épülnek az új börtönök, meg már valamit meg is épültek, és utána ezt a kérdést le kell zárni. Ugyanakkor a börtönbizniszet egy függetlenül a joggal való visszaélés esete, ahol kihasználnak egy jogi lehetőséget, és visszaélnek ezzel, és 10 milliárdos üzletet csinálnak. Mit mondanak a kriminológusok, a börtönfelügyelők? Mi az ő válaszuk? Börtönfelügyelők? Hát akik ott vigyáznak a rabokra. Hát ugye a börtönkörülmények javulása az őket is érinti, tehát nyilván van a több technikai helyiségek, az ő helyiségeik is folyamatosan újulnak meg, ez nyilvánvalóan számukra pozitív. Én azt gondolom, hogy volt béremelés is az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést bár nem lezártnak tekintjük, de alapvetően így a mostani folyamatban lévő beruházásokkal rendeztük. Egy búcsú kérdés, mert el fog késni. Az elmúlt napokban több közönkutató az eredményekkel jött ki, hogy a Fidesz szavazónak egy része a bizonytalanok táborába került. Ön szerint a győri választási győzelemmel, amit a Fidesz elért, ezek a szavazók visszatalálhatnak a Fideszhez, vagy az ellenzékhez mennek át? Hát a győrben úgy tűnik, hogy vissza is találtak. Én október 13-a előtt elolvastam sok közvéleménykutatást, azóta ezeket fenntartással kezelem, ezeket a számokat. Ugyanakkor nyilván fontosak a számok, de mindig a választás a legfontosabb próbatétel. És tegnap Győrben egy fölényes választási győzelmet láttunk, ahol a doktor úr, doktor Dézsi Csap András egy fölényes győzelmet aratott, a győriek a fejlődésre szavaztak. Azt gondolom, hogy számunkra egy megyei jogú város időközi választása mindig nagy dolog, de számunkra ez becsületbeli ügy is volt. És azt gondolom, hogy végre egy terhelt időszak után, egy terhelt kampányok után Győr újra a fejlődés útjára lépett, és azt gondolom, hogy a doktor úrral csak nyertek a győri polgárok. Ez nagy öröm, mert van egy új jó polgármester. A kérdés, hogy ezzel nem veszítünk el egy jó orvost. Reméljük nem. Ő azt mondta, hogy továbbra is mindkét helyen nyilván nem ugyanolyan mértékben orvosként hely tud állni, de mindenképpen szeretne, ő ezt nyilatkozta. Kedves nézőink! A Pirkadat politikai reggeli magazinműsorunk első vendégét látták, Nacsa Lőrincet, az elmúlt negyed órában. Jó utat, és ne késsen el, és visszavárjuk, hogy mit intézett. Köszönöm. Köszönjük. Köszönöm szépen.